A csapatok reggel 8 órától rúgták a bört. A bajnokságon 5+1 felállásban játszottak a focisták. A sportolók mindent megtettek azért, hogy megverjék ellenfeleiket és tovább jussanak. Az eseményre az ország több pontjáról is érkeztek csapatok. Igazából szeretnénk megnyerni ezt a teremtornát, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó szervezés, nagyon jó csapatok vannak, nehéz mérkőzések vannak, megpróbálunk minél tovább jutni. A tornán minden szinten futballozó játékos játszhatott, az alsó korhatár 14 év volt. A csapatok egy része már jól ismerte egymást, hiszen több kupán is volt lehetőségük találkozni. A teremfoci Uruguayból ered, itt 1930-ban találták ki a labdarúgás mini változatát. Magyarországon az 1980-as években lett kifejezetten népszerű. A különböző versenyek a csapatépítés szempontjából is fontosak. Tényleg szeretnék egy ilyen haverokból, ismerősökből álló jó kis közösséget létrehozni, úgyhogy igazából nekünk a részvétel a fontos, nem az eredmény, de sikerült, tovább jutunk, úgyhogy egy jó napon vagyunk eddig túl. A teremlabdarúgás évek óta népszerű szabadidős sportnak számít. Iskolásoknak, baráti társaságoknak, amatőr és profi csapatoknak is szerveznek kupákat, gyakran a bajnokság téli szünetében. A cél legtöbbször a közösségépítés, de nagyobb tétekért is rendezhetnek egy-egy tornát. Ez egy pénzdíjas teremtorna, 200.000 forint a fődíjunk, az első 4 helyezett csapatot díjazzuk. Szerencsére van több támogatónk, akihez hozzájárul, hogy ez a torna létrejöhessen, de viszont idén kicsit drágában szereztük meg a csarnokot, ezért csak egy naposra, 24 csapatosra csináltuk meg a tornát. A torna győztese a pénzjutalom mellett vándorserleget is hazavihetett, amelyet egy évig birtokolhat. Emellett a legjobb kapusnak, a legjobb mezőnyjátékosnak és a gólkirálynak is osztottak ki külön díjakat.